Felnémeten a szarvasköi úton a templomtól a felvégi úti elágazásig teljesen újraépítették a járdát. Ezen a szakaszon nagy a forgalom, ezért is volt fontos a baleset csökkentése. Most már a a, e, egészen az legészaki pontjától a városrésznek a, a, felső városig majdhogy nem egyfolytában végig a Szarvaskő, illetve az Egri út. Ez a hiányzó járdaszakasz kellett még ahhoz, hogy ezt valóra válthassuk, és tulajdonképpen ez volt a legbaleset veszélyesebb rész. A képviselő a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, az előző évekhez képest idén dupla összeget, mint egy 50 millió forintot fordíthattak felnémeten járdák, utak, parkolók, játszóterek felújítására. Mint elmondta, ebből az összegből többek között kicserélték az útburkolat nagy részét az Egri és a Pásztorvölgyi úton. Hozzátette a legtöbbet idén, mint egy 18 millió forintot a Pásztorvölgy út karbantartására fordítottak, ahol hamarosan új járdákat is építenek az iskola előtt. Habis László polgármester felnémet új fejlesztési terveiről beszélt. Az a szándékunk, hogy a kerékpárút fejlesztéshez kapcsolódóan út építésekre illetve csapadékvíz elvezetése kapcsolatos beruházásokra kerüljön sor. Ez az egész városrész lakóit érinti majd, hiszen ha megvalósul a kerékpárút, akkor nyugodt élekkel be lehet bringázni, akár bevásárolni is, vagy különböző programokon részt venni a történelmi városban. A tervek szerint felújítják a leégett buszmegállót is Almárban, fejlesztik a Kovács Akab és a Boros Endre utca és minden negyedben csatornafejlesztések kezdődnek. Egy civil szervezettel is összefognak a Bervában, amely kulturális és szabadidős programokat szervez a felnémetieknek.